És tart, elindult a nap negyedik futama, ez a Gáblik Antal emlékverseny handicap. Jól sikerült az indítás az egész mezőnek, Originás után csengével tör az ére, erősen fogott tempóban, de hát a többiekkel sem rohannak, úgyhogy van egy jó másfél osztás előnye a három éves Originálnak mögötte. Ricolette és rettenetesen púlozik, ott van mellette Tűzgalamba, Favorit Medina a negyedik hely környékén 3-4 hosszra a vezető lótól, a sort pedig nem kiszakadva a Rebel is zárja. Amikor a mezőny eléri az ügető átjárót, akkor még mindig Originál jár az élen. Originál, Ricoletta, Tűzgalam, most már azért egy picit, mintha gyorsulni látnám a tempót, Medina remeküljön mögöttük, és a Rebel is szépen tartja magát, amikor a kanyarhoz ér a mezőny, továbbá is tulajdonképpen 5-6 oszon belül az egész társaság. Vezet Originál, Originál, Tűzgalam, most már a második, Ricoletta a harmadik, Medina fogva kézből kezdheti majd talán meg az árkózást a kanyar vége felé, Rebel is bőven-bőven látott távolságon belül. Amikor a befutóra az utolsó 600 méterre ér most már a mezőny, akkor Originál mögött egyre közelebb vannak a többiek, Medina lassaskán fel fog galoppozni Originál és Tűzgalam mellé, Ricolettával nem mozdul a falról Stanislav Georgiev, Rebel is továbbra is rettenetesen közel. Most már az utolsó 350 méter következik, Originál az élen, Ricoletta most kap szabad utat, Tűzgalam megy visszafelé, Medina pedig próbál elindulni, de Originált hirtelenjében ellövi suták csenge, Originál távoszlophoz legalább 3 osztas előnnyel ér, Originál mögött Medina és Ricoletta a sorrend, Originált nagyon nehéz lesz utolérni, hiába közelít hozzá Medina, Originál ellopja a versenyt, és ismét győz, Originál, Medina, Ricoletta az első három, negyedik Rebel és ötödik Tűzgalamban.